Folyamatosan lehet jelezni a vásárlási szándékot az erdőgazdaságoknál. Az igény személyesen az erdőgazdaságok értékesítési pontján, de telefonon és e-mailben is be lehet jelenteni. Mi Safag ZRT-ként folyamatosan próbálunk gondoskodni a lakossági igényekről, és az idei évben is beterveztünk egy kontingenst, amit a lakosság majd föl fog használni. Azt tudni kell, hogy ez a mennyiség az augusztus végére gyakorlatilag elfogyott, és most újabb termeléseket kell beállítanunk, illetve fokoznunk kell a termelés ütemét ahhoz, hogy ezt az újabb tűzipar programot ki tudjuk majd elégíteni. Nem egyenletes a leterheltségünk, a Balaton partja, illetve a megyeszékhely az, ami igazából érintett az igényekkel. A belső somogyi rész, Balcs, Iharos környéke, ott kevésbé jelentkezik a hatalmas tűzifa igény. Természetesen ehhez próbálunk igazodni, ehhez próbáljuk ütemezni a termeléseinket, és mindent megteszünk azért, hogy ezt a tűzifa igényt ezt kielégítsük. Van elég fa? Igen, lesz elég fa. Természetesen termelnünk kell folyamatosan, és ugye a vegetációs időszakon kívüli termeléseink most kezdenek el fölpörögni, tehát bizonyos csúszások elképzelhetők a kiszállítás ütemében, de utol fogjuk magunkat érni, és mindenkinek lesz elegendő tüzelője a térre. Háztartásonként legfeljebb 10 köbméter vásárolható háromféle tűzifából. A kemény lombos fa erdei köbmétere 30 ezer, a lágy lombos és a fenyő pedig 19 ezer forintba kerül. Somogy megyében jellemzően kemény lombos tűzifával szoktak tüzelni, tehát igazából a kereslet az erre irányul. Azt el kell mondani, hogy ebben a tűzifa programban nincs lehetőségünk arra, hogy az igényeket olyan szinten vegyük figyelembe, hogy mindig mindenki azt kapja, amit feltétlenül szeretne, tehát a fafajcsoporton belüli választás lehetősége most igazából nincsen meg, de természetesen törekszünk arra, hogy azt adjuk, amit a lakosság igényel. Jellemzően ez a kemény lombos tűzifa. Két feltételt kell kielégíteni az igénylőnek. Az egyik az, hogy érvényes tartózkodási hely vagy lakhelye legyen Magyarországon. A másik feltétel pedig az, hogy 2022. május 1-től nem vásárolhat többet, mint 10 köbmétert állami erdőgazdaságtól. Tehát ez a két feltétel az, amit nekünk figyelni kell, és azért is fontos az, hogy gyakorlatilag csak a személyes ügyintézést tudjuk preferálni, vagy tudjuk elfogadni, hiszen nekünk ezeknek a feltételeknek a meglétét, teljesülését vizsgálnunk kell. A Safag ZRT-nél folyamatosan töltik fel az átvételi pontokat a tűzifával. Folyamatosan fogadjuk az igényeket, senkit nem küldünk el, mindenkinek a jelentkezését várjuk. Folyamatos a befizetési lehetőség. Abban kérünk türelmet, hogy a valódi, hogy a tényleges kiszállítás az elképzelhető, hogy egy-két hetet, esetleg maximum egy hónapot csúszhat. Ugye ezt úgy kell érteni, hogy ebben a fuvar költség az nincsen bent. Ezt a lakosságnak kell megoldania ezekről a bizonyos átvételi pontokról. Természetesen a hagyományos értékesítési formánkat is próbáljuk fönntartani, tehát ahol még van készletünk és van szállítási kapacitás, akkor ott megpróbáljuk megoldani a tőmelőli szállítást, és ott tudjuk vállalni a házhoz szállítást is, de alapvetően ebben a programban elsődlegesen az a cél, hogy a lakosság maga tudja elszállítani ezt a bizonyos tűzifát. Marcaliban a MÁV lakodóban kell majd menni a hatósági áras fáért, a fuvarköltsége a vásárlót terheli.